Pakolják az autóba az oltáshoz szükséges eszközöket a Szekszárdi Kórház oltócsoportjának tagjai. Ott jártunk, ahol végeztek a Palánki Idősek Otthonában élők és ott dolgozók oltásával. Magát a vakcina beadását nem mutathatjuk, hiszen az idős otthonokba nem lehet bemenni. Itt a Szekszárdi Kórház dolgozóinak, orvosainak és az asszisztenciának a részvételével a Szekszárd Palánki Otthont kezdtük el oltani, itt hozzávetőlegesen 100 embernek az oltását tudták már elvégezni. Horváth Kálmán azt mondja, a héten a Tolna megyei idős otthonok többségébe eljutnak az oltócsoportok. Összesen 2000 embert oltanak be. A Szekszárdi, a Dombóvári és a Bonyhádi kórház szakemberei adják be a vakcinát azoknak, akik ezt kérik. Azokban az idős otthonokban, ahol az ott lakók és a személyzet létszáma nem éri el az 50 főt, a házi orvosok végzik el ezt a feladatot. 42 intézményben hozzávetőlegesen 1900-2000 részben időskorút, részben pedig az intézményben élőt és ott dolgozó embert tudunk oltani. A Palánki intézmény után a Decsi Idősek Otthona következett. Ott is hozzávetőlegesen 150 embert oltottak be koronavírus ellen.